Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával! Előre kell bocsájtanom, hogy bár jellemzően Linuxos témát dolgozok fel, ez a téma sok egyéb témával egyetembe bizony Windowsosoknak is hasznos lesz. A podcastok lementéséről fogunk beszélni, azaz a stream dolgok lementéséről fogunk beszélni. A podcastok egyre elterjedtebbek, és egyre jobb minőségű cuccokat tesznek fel az emberek. Elterjedt az a gondolat, hogy bizony ilyen rádiószerűen tudunk kommunikálni az emberekkel, nem csak a YouTube van ahol kép é és a hang együtt, hanem csak hang, mindegy rádióban. Nagyon hasznos dolgok, de ezeknek egyetlen egy hátránya van, nehézkes a letöltése. A legtöbb podcast oldalon nincs egy letöltés gomb. Nem tudom miért, hiszen gyakorlatilag akkor, amikor én le akarom tölteni, nem is kell nagyon-nagyon fura dolgokat tennem, hanem csak a böngészőmbe telepíteni egy darab plugin és utána már le is tudom tölteni hozzáteszem nem mindegyikről, nem mindegyikről, a legtöbbről, azaz előfordul olyan, hadd ne nevesítsem, itt a képe, hogy onnan nem lehet letölteni, hogyha előfizető vagy, pár ezer, pár száz, nem tudom mennyi forint előfizetés a havidé, akkor már le is tudod tölteni. Nyilvánvalóan nem ingyen adják a tárhelyet a podcastolóknak, a rádiós sugárzóknak, hát bizony ezt ki kell fizetni, de mi nyilvánvalóan nem szeretnénk előfizetni, hanem olyan oldalt keresünk, ha van rá lehetőség, és olyan megoldásokat, hogy le tudjuk tölteni. Azaz van olyan podcast oldal, amelyről könnyedén le fogunk tudni menteni valamit. Miért szeretnénk menteni? Egyrészt azért, mert amióta én hallgatok podcastot, négy olyan csatorna szűnt meg, ami engem érdekel. Kényelmetlen, kellemetlen. Kettő, relatív még új technika ez, relatív az elmúlt öt évbe terjedt el, és előfordulhat a kedvenc oldalam, ahova felrakják azokat a anyagokat, ami engem érdekel, megszűnik. Átveszi másik cég, nem veszi át másik cég. Le szeretném menteni, hogy az örökké valóságnak meglegyen. A másik gondolat az, hogy nem csak azért szeretnénk lementeni, mert csak nekünk legyen meg. Hát ez természetesen nem ezért, hanem sokszor kényelmetlen számomra hallgatás azaz, nem biztos, hogy mindig internet közelbe vagyok, és akkor is szeretném a hangos könyvet, vagy azt a podcast anyagot meghallgatni, amit én szeretnék meghallgatni, illetve természetesen az is igaz, hogy egy podcast oldal, hát lejátszik valamit, előre tudsz tekerni, visszafele tudsz tekerni, meg hangosítani. Nyilvánvalóan egy normálisabb MP3 lejátszó program, vagy akármilyen lejátszó program ennél sokkal többet tud, igaz? Sokkal többet tud, hát azért egy kicsit fejlettebb ott a technika, a megoldások, illetve az is igaz, hogy vannak olyan podcastok, amit én szeretnék megvágni. Ez elég furcsa és érdekes dolog lehet, hogy miért akarok én valamit megvágni. Én azért szeretnék egy podcastot megvágni, mert van olyan, ami 30-33 perc hosszú. És abból 17 perc zenét vágtam ki. Előtte, utána hosszú zenét tettek be. El tudjátok képzelni, hogy bizony én nem a zenét szeretném hallgatni, persze jó a felvezető zene pár másodperc, de amikor már 5-6-7 percig csak a zene megy, akkor azért az ember azt gondolja, hogy bizony ennek az elejét meg a végét levágom, aztán harmad annyi anyag, de legalább az az értelmi. A másik gondolat az, amit beszeretnék mutatni, hogy vannak podcast hangos könyvek is, azaz valaki nagyon jól felolvas egy könyvet. Régebben ezek úgy kerültek fel, több helyre, hogy részletekbe, azaz egy-egy fejezet külön hanganyag. Nekem ennek a hallgatása, rendszerezése és hát bizony kezelése kényelmesebb volt. Most ez ilyen-olyan ok miatt megváltozott, lényegtelen, hogy mi az ok, nem is érdekel bennünket. Megváltozott, és podcastként vagy YouTube videóként kerülnek föl ezek. Általában nem fejezettenként, hanem egy egész könyv egybe. Ez van, amikor egy-két napos hanganyag. Nem 20 perc egy könyv felolvasása, hanem hosszú. Én ezt szeretem földarabolni fejezetenként, és ezt is szeretném megmutatni, hogyan működik. Oké, okay. ehhez nem kell más, mindegy egy böngésző, ami Windowsra, vagy Linuxra, vagy BSD-re ugyanazok. A tűzróka, vagy pedig Chrome, Chromium alapú akármi, azokhoz egy darab plugin kell felrakosgatni, ami nagyon egyszerű. Meg is mutatom a pluginnak a nevét. Video Download Helper. Ez nagyon egyszerű. Megnyomod a telepítési gombot és telepít. Azért váltottam át ide, hogy akinek egy kicsit a biztonság az fontosabb, és nem szeretné, hogy a szemközti oldal, jelen pillanatban a podcast oldal tudja, hogy honnét lép fel, milyen IP címről lép föl, meg hát mit csinál, mit hallgat, annak természetesen elsődleges az, hogy valamilyen megoldást talál arra, hogy bizony, ne kukkoljon a szemközti oldal, erre a legbiztosabb a tor böngésző, ami egy sima tűzróka, és használható, azért került ez így fel ez a kép, és a következő kép is, hogy látható, ugyanazt fogjátok látni tor rendszer alatt is, tor hálózaton keresztül is, mint akármelyik más normál hálózaton, normál interneten elért cucvan van, azaz gyakorlatilag itt, aki úgy gondolja, felteszi a tor böngészőt, és a tor hálózaton keresztül védetten tudja hallgatni, letölteni a zenéket, illetve a hanganyagokat, arra azért figyeljük. Az, hogy valaki egy podcastot, hát hogy is mondjam, közzétesz, és te letöltöd, az olyan, olyan szürke zóna, de zenéket, Hivatalos zenéket, nagy zene, előadók zenét ne töltögessetek le. Az azért már inkább a lopás kategóriába tartozik, ha te nem vagy jogosult letölteni valamit, egy zeneszámot, akkor ne tedd, jó. Nyilván, ha valaki felolvas egy könyvet, elmond egy verset, mind a YouTube-on vagy egyéb helyen, azért véleményő szerint egy bocsánatos bűn, vagy elfogadott dolog, hogy le lehet tölteni. Jellemzően Hasonló módon például a rádióból is le tisztán tölteni hanganyagokat, hiszen arra lehetőséged van. De én azt mondom, hogy ilyen egyéb zenemegosztó dolgokat nem kéne letöltögetni, azért ott már inkább az előfizetés tendáljunk, jó? Tehát ne lopjuk el a másiknak az anyagját, csak azért, mert ő nagy zene terjesztő, nagy együttes, vagy egyéb meg különben is karvajtők, és nem. Annak joga van védeni az anyagjait, mi pedig nem szeretnénk ellopni. Oké, okay. feltelepítettük ezt a kis plugin, és el is indítjuk a letöltést. Én gépésznek a hangoskönyv dolgaiból töltök le példaként egyet hiszen mondtam, hogy ezt egy kicsit szerkeszen, illetve darabolni és meg szeretném mutatni, hogy lehet szétszedegetni, éppen az aktuális legújabb dolgot, oké, okay, de nem torrendszeren keresztül, miért nem torrendszeren keresztül? Azért nem torrendszeren keresztül, mert az bizony lassabb, és itt most azért jobb lenne, hogyha pörögne a dolog. A böngésző beépülését akkor látod, amikor megjelenik itt egy ilyen hármas gömböcske, az jelen pillanatban színes de alapesetben szintelen szürke, azaz első körben elindítod a lejátszást, majd utána erre rákattintasz, és ide van írva, hogy gépész hangos könyv, amit éppen lejátszol, és van egy lefele nyilacska, csak hang, MP4. Na így kezdődik az, amitől én falnak megyek, egy csak hangot miért MP4-be tölt le az ember. Nem tudom miért ebbe tölteti le a rendszer, biztosan oka, engem gyakorlatilag zavar, azaz át fogjuk tenni MP3-ba, letöltjük, megnyomjuk a letöltés gombot, és elindul a letöltés. Itt látod, hogy egyes, egy, egy, és egy jön megy jelen pillanatban letöltésre, fut, ennyi, rákattintasz, és látod, hogy hogyan halad. 57, 62, 67, 72 százaléknál tartunk. Ez egy masszív anyag, tehát nem két perces anyag, majd meglátjátok, és ilyen gyorsan le is töltődött, hát kérje a rendszer a megfelelő értesítési panelbe, hogy bocsi, letöltődött, és ennyi az egész. Ezzel nem végeztünk, a következő gondolat az, hogy ennek egy normális nevet adunk, méghozzá én általában a szerző cím, és előadó megoldást szoktam fájnévnek használni, ezt kimásoljuk, megkeressük a fájböngészünkbe, a cuccot, hoppá, le is töltődött, nagy meglepetés mi, a letöltések közé. Hogy te milyen programmal nevezed át, az teljesen mindegy, én gyakorlatilag a kedvenc fájszerkesztőmmel, fájmenedzseremmel szoktam átnevezni, és ide hogy GPS egy nagyon jó előadó, kellemes hangja van, férfi ember, nagyon sok érdekes, engem érdeklő az érdekes SZNT könyvet olvas, rengeteget felolvas. Azaz érdemes akár a Youtube csatornájára felmenni, vagy akár ezeket a podcast oldalakat látogatni, mert bizony vannak nagyon jó anyagjai. Oké, okay. átnevezem, átnevezem. Az átnevezés megtörtént, ez azért fontos, hogy tudjuk későbbiekben is, hogy miről van szó, mert egy idő után már kezelhetetlen mennyiség van. A következő gondolat, megnyitjuk, méghozzá mivel fogjuk megnyitni? Audio City-vel. Egy kicsit várni kell, masszív anyag, tehát nem egy kicsik egy kis cucc, ami hát három perc, aztán annyi, ez jó néhány órás, jó néhány perces cucc, azaz várni kell egy percet, hogy feltöltse, betöltse magába ezt az anyagot, MP4-es, ráadásul még nem is hanganyag, szóval várni kell. Audio City. Tudom, most jelen pillanatban 2021 év közepén mindenki azon pánikol, hogy belekerül a 3.0.4-es, igen, 3.04-es verzióba a telemetria. Én úgy döntöttem, hogy ezzel nem nagyon fogok foglalkozni, gyakorlatilag a kettes, azaz a régebbi verziót én még elérem, a tárolómba bent van, aki Windows-t használ, töltse le az excel és tegy el. Ennyi. Maradjunk annyiba, hogy ez a telemetria dolog jelen pillanatban túl van dimenzionálva, én nem szeretnék vele foglalkozni. A tárolóban még a régi a kettes verziók bent vannak, a Flatpakban még a 302-es van, ami még telemetria nélküli, és természetesen azt hiszem már mindenki sejti, mi a harmadik, előkerülnek a világ nyílt forráskódnak, ez az előnye, hogyha valamit megvesz egy cég, az nem tudja visszamenőleg letiltani a forráskód megosztását, mivel a forráskód megosztható, már 4-5 villa változat került elő, ki fog derülni, hogy a 4-5-ből melyik lesz a nyerő, melyik fog a természetes kiválasztódás útján megmaradni számunkra, és utána azt használjuk. Egyébként, akit ez az egész zavar, az Oszan Audiot nyugodtan használja, az is egy nagyon kellemes volt már róla a videó. Oké! Okay itt van a fájlokat nagyon egyszerűen betölti, és látható minden. Van automata hang felismerő, illetve csend felismerő, meg zene vég felismerő. Azt jelen pillanatban nem nagyon tudom használni, ez egy nagyon jó hanganyag, és nincsenek közte a fejezetek között három perces, három másodperces, két másodperces szünetek. Tehát normálisan össze van vágva a hanganyag, ez itt egy kicsit hátrány, mert általában a hanganyag készítők úgy csinálják a hangos könyveket, hogy felolvassák az A, B és C fejezetet, aztán egymás után rakosgatják, és összefűzik, és köztem marad egy, két, három, négy, vagy akár ennél hosszabb szünet is, ami nem zavaró, észre lehet venni, egy picit ott csönd van, de igazából hallgatás szempontjából nem zavaró, vágni meg könnyen, mert megkeres az ember a csöndöt, aztán ott elvágja, és ott van a fejezetvég. Itt nem így működik, ez egy professzionális anyag. Professzionális anyagba szépen belenagyítunk, és az elejére megyünk. Az elejére megyünk, és meglátjuk, hogy van egy felvezető zene, és utána a felvezető zene után, vegyétek észre! megint azt kell mondanom, hogy lehet, hogy nem gépész önmaga vágja saját kezével, hanem ő csak felolvas és valami ismerőse vágja. Teljesen mindegy, aki vágja, az bizony nagyon normálisan csinálja. 15 másodperces zene van, nem kétperces, perces, meg egyéb. 15 másodperces felvezető zene, ami nem is kiugró, hangos, hiszen azért lehet látni hogy itt az egyesítet, a maximális értékig nem nagyon löködik föl, és nagyon jól megérkezett a következő dolog, itt olvassa fel, zene, első fejezet, zene. is! stáb John Sanford bűnügyi történetét felolvassa gép. 1. Most mindenki memorizálja saját magának ezt a képet. Nagyon klasszul csinálták meg ezeket a hangos könyveket, többet is megnéztem ebből a szempontból, és ha lesz időm, föl is nyeszetelem fejezetekre, mert hát nyilván egy hosszabb anyagot kényelmesebb úgy hallgatni, hogy fejezetekben vannak. Na, lényeg az, hogy nagyon jól megcsinálták, mert az összes fejezet eleje így kezdődik. Pici zene, második fejezet, pici zene. Azaz ezt a képet jegyezzük meg, és elkezdjük keresni a hanganyagba, ami mindjárt meg is mondom, 9 óra 32 perces mindösszesen, azaz nem kicsi. Megkeressük ezeket a képeket vizuálisan keresünk hangot. Sajnos az Audio City nem tud hangmintát keresni, bár kérdéses, hogy megtalálná-e vagy nem. Én kényelmi szempontból azt szoktam csinálni, hogy vizuálisan ezt megjegyeztem, és akkor elkezdek szépen léptetni a vége fele a Page Done gombbal. Egy picit léptetünk, picit léptetünk, mindig egy képen jött léptetünk. Léptetünk és nézegetjük, hol van hasonló. Nyilván, ha valakinek nagyobb gyakorlata van, ezt a hasonlót hamar észreveszi, és nagyon kis hiba százalékkal ki fogja szűrni azt, hogy itt van a fejezet vége, és felolvassa, hogy második fejezet, és bizony utána már ott el tudjuk vágni, el tudja vágni az ember, ahol kell. Akinek kisebb gyakorlata van, megsugom a második hangoskönyv felnyiszállása után, vagy egy kis vágási gyakorlat után, ez már rövidebb időbe fog kerülni, mint ahogy gondolná. Lapozgatunk, látunk olyan képet, hang, Pici zene, kiugró hang, pici zene, nem. Ezek mind, ahogy lehet látni, normális ritmusú, jól összeszedett hanganyag. Azaz lehet látni rajta, hogy nincsenek benne nagyon halk, nagyon durva kiugrások, nincsenek benne erőteljes tüskék, azaz jól összeszedett, jól hallgatható ezért nem is csinálunk már, ezzel semmit nem is kell normalizálni, nem is kell limitálni, hiszen ahogy lehet látni, normális az anyag. Akit érdekel, hogy mi az, hogy limitálás, hanganyagi javítás, a régi videókat nézegesse meg, volt egy sorozat róla, megyünk tovább, halljátok, hogy kattanik a billentyűzeten, megyünk tovább, megyünk tovább, megyünk tovább, és szépen lépkedve, hát nem hallgatjuk, az anyagot, hanem nézzük és megkeressük azt a az arányú olyan kinézetű hangdarabot, ami számunkra fontos. Nem mindenhol fog ez működni, mert vannak olyan hanganyagok, amik fel voltak darabolva 30 perces hosszra. Mindenki sejti, hogy azért 30 perc, hogy egy audio kazettára ráférjen, és azt digitalizálták, és igazából nem fejezetekre, hanem időkre voltak szétszedve, és az profi mód összeillesztik, akkor nincs olyan, amit megtalálsz, hogy ott. Hát bizony, el lehetne vágni, persze 30 percesre, 15 vagy akárhány percesre is föl tudjuk nyilvetelni az anyagunkat, hogyha éppen olyan gondolatunk van, hiszen itt fent látjuk az időpontokat, és lapozgatunk, és itt meg is jelent szünet, hang, valamit erőteljesebben mond, hang. Szuper gyerekek, valószínű ez, hallgassunk is bele, és állapítsuk meg, hogy mi milyen ügyesek vagyunk, és el is indítom kettő. Hallottátok? Kettő. Semmi cifrázás kettő. Nekünk ez pont elég, azaz itt kezdődik a második fejezet. Beállítjuk ide a csikunkat. Itt a csik, a függőleges csik legyen. Megnyomjuk a shiftet és a home gombot. Azaz a kijelöléstől a homig elmegyünk. Most egy filozófiai döntést szeretnénk meghozni. Úgy kezdődjön a második anyag, második fejezet, hogy kettő, és felolvasás, vagy a főcímet is szeretnénk oda betenni. Én általában azt szoktam követni, hogy éppen eldöntöm, nem mindig. Eldöntöm, hogy ott legyen, általában szeretem, azaz mi az első teendő? Az első fejezetet lementjük. Az első fejezetet lementjük, Exportáljuk, azaz ide megyünk fájl, itt nem mentés van, hanem export. A mentés a maga a project mentése lenne, az exportot fogjuk használni. Export, exportálás, export MP3-ba nem jó, ez nem jó, nem ezt használjuk, hanem kijelölt hang exportálásra rákattintunk, és akkor itt van, hogy gépész, és hozzá teszünk egy 001-et, ugye ez az első. A gondolat, hogy hogyan szeretnénk kiexportálni, ez egyéni dolog, tehát, hogy te milyen átlagos, változó vagy fix bitrátával, egyébbel szeretnéd bitsebességgel, vagy minőségbe változó sebesség gyors legyen, vagy a szabványos, vagy sztereó, vagy mono, eldöntheted, változó, és a jó minőséget szoktam én beállítani, és MP3-at szeretnék kimenetnek, lenyomjuk a mentést, a mentés elindul, kijelölt hang, ez fontos, hogy a kijelölt hang exportálása, ide kéri az összes akármit, amit ő fontosnak tart, és le fog futni. A következő lépés már egy kicsit érdekesebb, mert hogyha szeretnénk a főcímet megtartani, akkor a főcímet ki kell vágni, és lementeni külön. Ez a legbiztosabb módszer, és utána az első részt letörölni. Eltüntetjük del gombbal, és lehet látni, hogy elég intelligensen, ha az elejét kitöröd, akkor eltűnik, és előreugrik a hanganyag, nem kézzel kell, mint például egyes videóvágóknál odéptologatni, ideugrik, hogy kettő. Ez a kettő. És utána mi a következő teendő? Semmi más, mint fogad, vizuálisan nem elfelejted, hogy így néz ki, és elkezded a page gombot nyomogatni, és megkeresed a három felkiáltású dolgot, és utána természetesen egyértelműen már a háromnál levágod, illetve a háromnál kijelölöd, elejére ugrasztod a kijelölést, és utána megint kiexportálod a kijelölt részt, és utána szépen, lassan eljutsz a végéig. Egy kicsit macerásnak tűnik, egyértelműen macerás dolog, egyértelműen kényelmesebb lenne, ha fejezetekbe kapnánk meg, de nem úgy kapjuk meg. Ennyi. Ezzel valamit kellett nekem kezdeni, régen is csináltam ilyet, igazából nem okozhat senkinek különösebb problémát, inkább úgy mondom, hogy időigényes, mint tudásigényes az ilyen művelet elvégzése. Hát, köszi szépen, hogy meghallgattatok. Mindenkinek jó letöltést kívánok, mindenkinek jó hallgatózást kívánok, és mindenkinek jó hangvágást kívánok. Sziasztok, sziasztok!